estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió csütörtök esti híradóját látják. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Észak-Alföldön népszerűsítették az Emplén kalandparkot. Alakul a Pataki piac. Uniós pályázatból modernizálják nem csak az árusító helyeket. Különleges éjszakára készül az idén 5 éves Magyar Nyelv Múzeuma. A belföldi utazási és szállási ajánlatok között a turisztikai szolgáltatóknak ma már nem könnyű megtalálni azt a formát, amelyel a leghatékonyabban népszerűsíthetik a saját kínálatukat. A Tokaj-Zemplén Abaúj térségi TDM a közelmúltban Nyíregyházán és Debrecenben roadshow-t szervezett. A turisztikai akció célja, hogy egy-egy város legforgalmasabb részén hívják fel a figyelmet a zempléni térségre. A turisztikai kínálatok között válogató utazóknak nincs könnyű dolguk akkor, ha konkrét cél is ismeret nélkül böngésznek az interneten. Szállásadók és szolgáltatók ezrei kínálják nyári programjaikat. A Sátoraljaújhely Hegyközturizmusáért Egyesület erre alapozva döntött úgy, hogy csatlakozik az Észak-Magyarországi Marketing Igazgatóság alföldi roadshow-jához, amely egy új marketingforma az idegenforgalmi szervezeteknek. A turisztikai roadshow-t az Észak-Magyarországi, tehát az MTZ-et Észak-Magyarország igazgatósága kezdeményezte, propagálta a TDM-ek és Turinform irodák körébe. Ez egy olyan megjelenési lehetőség, ami nem csak arról szól, hogy megjelenünk egy kiállításon, egy helyszínen, hanem ennek előzetes propagációja is van, abból a pénzből, amit a TDM-ekbe fizetnek. Az MTZ-et hirdetéseket csinál a helyi médiumokban, például Nyíregyházával megjelentünk, rádióban és Facebook kampány is csinál, hogy tudják, hogy mi, mint TDM, megjelenünk egy bizonyos helyszínen, mint például Nyíregyházával a főtéren, és ott népszerűsítjük az attrakcióinkat, népszerűsítjük a szolgáltatásainkat. A nyíregyházi megjelenés kiemelt területe az Zemplén volt. A fő attrakciót az Zemplén kalandparkban is található mászófal és bobkocsi jelentette. A kalandparki eszközökre odafigyelt a nyíregyházi közönség, így a látogatóknak más ajánlatokat is tudtak kínálni. A nyíregyházi megjelenés mellett hasonló sikere volt a debreceni felhívásnak, ahol szintén a Zemplén kalandpark elemeivel csalogatták az érdeklődőket a standokhoz. Hasonlóan a nyíregyházi roadshow-hoz itt is a tiszafüredi építményt vettük igénybe, ahol a kalandparkkal együtt jelentünk meg. Ez volt az első olyan alkalom talán, amikor beigazolódott, hogy nekünk már, mint a Turinform irodának, illetve a kalandparkosoknak nagyon jól együtt lehet és érdemes is dolgozni, ugyanis kiegészítettük és kisegítettük egymást. Érdekessége az volt talán ennek a roadshow-nak, hogy az úgynevezett pláza közönség nem kimondottan azért járja a pláza utcáit, belső utcáit, hogy turisztikai terveit valósítsa meg, vagy informálódjon, hanem azért, hogy vásároljon. Ezért egy kicsit nehéz volt oda csalogatni őket, de hát köszönhetően a mászófalnak, illetve a mi hozzáállásunknak is sikerült elég sok vendéget magunkhoz kecsegtetni. A roadshow-kon megjelenő 5 helyi turisztikai szervezet nem véletlenül választotta az észak-alföldi régiót. A legtöbb kutatás azt bizonyítja, hogy az ide látogató turisták nagy része erről a területről érkezik Zemplénbe. A májusi esős időben nehézkesen, az utóbbi hetekben már normális ütemben haladt a kivitelezés az új piacon. A Sárospatak központ korszerűsítése, piacfejlesztése program keretében átalakul, modernizálódik a belváros és uniós követelmények szerinti piacot alakítanak ki. Lesz helye az élelmiszeregészségügyi feladatokat ellátóknak, és a kofák is új körülmények között kínálhatják majd termékeiket. A piac elköltözött, olvasható a táblán, de ezt már mindenki jól tudja Patakon, hiszen hetek óta munkások dolgoznak azon, hogy megújuljon a piac. A kezdeti esős idő ugyan nehezítette a kivitelezést, de az utóbbi időszak csapadékmentes időjárása pótolja az előrehaladás menetét az építkezésen. A Sárospatak belvárosának megújulását szolgáló Európai Uniós pályázat keretében modernizálják a piacot is. A régi épületrész falazata részben megmarad, sőt hosszanti irányban tovább bővítik azt. Az építőmesteri munkák és a gépészeti szerelések is megfelelő ütemben haladnak.
Végre ebben az épületben kulturált vizes blokkok, mosdók, WC-k kerülnek kialakításra. Az épület fűtése itt történik, itt lesz a gombavizsgáló hely, a piacfelügyeletnek a helye, és minden olyan kötelező funkció, ami zárt teret kíván meg a piac működésében. Tehát ezek a munkák jelenleg zajlanak. A udvar többi részén rövidesen kezdődik a fedett nyitott piaccsarnoknak a kialakítása, ami döntő részben ácsmunkát és tetőfedést fog jelenteni, illetve térvilágítást és térborkolatokat fog kapni ez a tér, ahol a korábban megszokott csarnokszerű árusításra, asztalról való árusításra lesz mód. A beruházásban résztvevő egyik építő társaság vezetője elmondta, úgy néz ki, hogy tudják tartani az ütemtervüket, a héten már 50-60% közötti készültségi állapothoz érkeztek, a következő időszak munkái pedig a következők lesznek. Ezután még az új részlegnek lesz az épületgépészete, tehát a víz, a gáz, a szennyvíz, a villamosság és a tető, hát a megszerelésével, a kivitelezés. A piacon a körbekerítést is megoldják, a tervezett két kapus bejárat pedig nem csak az értékmegőrzést, az állagmegóvást is szolgálja majd. Kiállítással, nyelvi irodalmi játékokkal, koncerttel és a Szent Ivánéi népszokások felelevenítésével készül a Magyar Nyelv Múzeuma a Múzeumok Éjszakájára. Az intézmény legnagyobb rendezvénye az anyanyelvi juniálissal összekapcsolt Múzeumok Éjszakája. Az idei rendezvényt a korábbiaknál nagyobb szabásúra tervezik, ugyanis idén 5 éves a Magyar Nyelv Múzeuma. Már megérkeztek Széphalomba a Magyar Nyelv Múzeumába Gyulai Livius irodalmi illusztrációi. Az intézmény idén is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos szintű kulturális programsorozathoz. A szombati esemény egyik állomása annak a kiállításnak a megnyitója lesz, mely a művész és a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményének válogatásából készül. Idén most már a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézménye vagyunk, és hát a anyaintézményünk támogatását, anyagi és szakmai támogatását is maradéktalanul élvezzük. Egy kiállítást is nyitunk ebben a programsorozatban, Gyulai Livius Irodalmi Illusztrációk című kiállítását, illetve a tálatnak az a címe, hogy szépséggé rögzített emberi megnyilvánulás, ez egy vörös idézet, ami a művészet kérdésre válaszol, így Vörös Sándor, és hát úgy gondoltuk, hogy a Magyar Nyelv Múzeumában helye van a képzőművészetnek is, például irodalmi illusztrációk formájában. A program sorozat már pénteken megkezdődik a Magyar Nyelv Múzeumában és a Börtönmúzeumban múzeumpedagógiai játékos foglalkozással, majd szombaton is számos anyanyelvi irodalmi élménnyel gazdagodhatnak a látogatók. Folytatódik szombaton a program egy vörös konferenciával, amelynek része egy vörös élménypályázat eredményhirdetés és egy kis kiállítás, és hát aztán délután folytatódik az anyanyelvi juniális, immár kapcsolódva és belefolyva a Múzeumok Éjszakájába, a megemlékezéssel a Kazinczy Ferenc sírjánál, aztán a Gyulai Livius kiállítással, a Sebő Együttes koncertjével, nagyon sok nyelvi irodalmi játékkal, tűzugrással, tehát a kultúra minden szegmensét igyekszünk felölelni. A Magyar Nyelv Múzeumának kezdetektől az a célja, hogy közösségi tér legyen, teret adjon azoknak, akik a magyar nyelvért tenni akarnak, vagy érdeklődnek az anyanyelvünk iránt. Ezt a feladatot akkor tudja betölteni, ha sok rendezvénynek, eseménynek ad teret. A Múzeumok Éjszakája kapcsolódva az anyanyelvi juniálishoz, az egyik legkiemelkedőbb rendezvénye az intézménynek az év során. Az idei rendezvény azért is kiemelt fontosságú, mert fennállásának 5 éves évfordulóját is ünnepli a Magyar Nyelv Múzeuma. Ez az oka annak is, hogy az eddigieknél még nagyobb szabásúra tervezték a Múzeumok Éjszakáját. Megrohamozták a vendégek a Sárospataki strandfürdőt. A hétvégén 6000-en váltottak jegyet. A hétköznapokon egyelőre még kényelmesen lehet fürdőzni, könnyű árnyékos helyet találni, az iskolai tanév után azonban már minden napra jelentős forgalmat várnak. A helyiek számára fontos, hogy az ikervárosi program kedvezményei továbbra is érvényben maradjanak. Nagyszülők unokával, fiatal lányok barátjukkal és persze sok család is kilátogatott a Sárospataki strandra. Végardó fürdőn az elmúlt hétvégén tapasztalt kánikulai időjárás bizonyította újra, van létjogosultsága a termálfürdőnek. A 3 nap alatt mintegy 6000 vendéget fogadtak. Hétköznap természetesen kisebb a forgalom, de a tanévzárók után ez a kép is változni fog. Ahogy korábban, úgy idén is sok külföldi vendégre számítanak.
elmúlt évek tapasztalatát alapul véve a vendégeinknek nyári időszakban a 80%-át Szlovákiából és Lengyelországból érkező turisták, vendégek teszik ki, de persze érkeznek a sárospatakiak, helybeliek, környékbeliek is. A buszos napok egyelőre még nem igazából jelentkeztek az idei évben a korábbi évekhez képest. Korábban voltak olyan napok, amikor több 10-15-20 busz is érkezett. Szerintem ez betudható egyelőre az idejében az időjárásnak is. Nem volt igazából strandidő, de bízunk benne, hogy ez a közeljövőben meg fog változni. Fontosak a belföldi vendégek is természetesen, és a helyiek, a környékbeliek. A pataki lakosoknak a felnőtt napi jegyek ára 800 forint, míg az ikervárosi programban még a télen bevezetett kedvezmények is érvényben maradtak. Így a Sátoralja új helyi lakcímkártyával rendelkezőknek 20%-os kedvezményt biztosítanak. A strand által üzemeltetett kemping tavalyi fejlesztése után már idén is sok vendéget fogadtak. Továbbra is népszerű a külföldi turisták körében a sárospataki végealdó fürdő. A Szlovákiából és Lengyelországból érkező vendégek általában a kempinget választják, hiszen több napra érkeznek, és ez a terület számukra ideális, hiszen családbarát. A következő napokban is forróságra számíthatunk. Hétvégén várhatóan teltházas üzem elé néz a végardói strandfürdő. A nyári vakációt megelőzve erdélyi kirándulást szerveztek a Pálházai Általános Iskola diákjainak. A Határtalanul pályázati program célja, hogy az anyaországi gyerekek eljussanak határon túli magyar lakta vidékekre. A hegyközi iskola pedagógusai Nagyvárad és Kolozsvár környékét választották ki erre a célra. A kirándulás jó alkalom volt arra, hogy felvegyék a kapcsolatot egy határon túli magyar iskolával. A pálháziak a nyárátszeredai iskolában tettek látogatást. Háromnapos kirándulásra a Párciumba és Erdélybe látogattak a hegyközi gyerekek. A Pálházi Általános Iskola pedagógusai is pályáztak a Bethlen Gábor Alapítvány Határtalanul programjához, amely a magyarországi gyerekek határon túli kirándulásait támogatja. A pályázat célja az, hogy minden anyaországi iskolás jusson el olyan határon túli területre, amely őrzi a Trianon előtti magyar történelmet. A programhoz hozzátartozik egy határon túli iskolával való kapcsolatfelvétel is. A hegyközi csoport a nyárátszeredai magyar iskolába látogatott el. Ilyen kapcsolatunk még nem volt, és ez volt az első. Nem az első pályázat, hiszen az első pályázat tavaly volt, az nem lett nyertes. Most vettük fel a kapcsolatot Erdéllyel. Többek között a nyárátszeredai iskolával is, ahol ajándékokat vittünk a gyerekeknek, kis műsor keretében köszöntötték egymást a gyerekek, versekkel, szavalatokkal, elénekeltük mind a két himnuszt, illetve elültettünk egy barátságfát is. A hegyközi általános iskola pedagógusai nem véletlenül választották a Párcium és Erdély vidékét a program helyszínéül. Úgy gondolták, a szomszédos felvidék magyar lakta területeire gyakrabban jutnak el diákjaik, családi kirándulásaik vagy rokoni látogatások révén. Erdély magyar lakta vidékén viszont a diákok nagy része most járt először. A látottak azonban nagyon megérintették őket, itt sokan szeretnének visszalátogatni Erdélybe. Hát legelőször a Parajdi sóbányát, mert az nekem nagyon tetszett, rengeteg foglalkozás volt fent is, és nekem azt tetszett. A nyárátszeredai iskolával szeretné kibővíteni a kapcsolatát a hegyközi iskola, és a most kötött barátságokat szeretnék megtartani. Januártól van újra önkormányzati fenntartásban a sárospataki képtár. Az eltelt időszakban a munkatársai igyekeztek megtalálni a legjobb, leghasznosabb helyét az intézménynek a városi közművelődésben, kulturális tevékenységben. Egyúttal a nagy közönség felé is nyitottak, amelynek eredményeként nyár elején két programot is tartanak majd. Már több mint fél éve, hogy a képtár Sárospatakváros önkormányzatához visszakerült. A képviselőtestület a Sidinfo Kft-t bízta meg az üzemeltetésével. A kezdeti időszak az átadás átvételről szólt, illetve a lehetőségek felméréséről. A szakmai munka eredményeként a képtár folyamatosan újra részesévé válik a város közéletének, a kulturális szerepét egyre erősíti a régi új intézmény. Talán az első nagyobb lépés a nagy közönség irányába egy országos program részeként valósul meg, ahol fényjátékot is bevetnek majd.
maga a kiállítás június 22-én este 9 órakor nyílik. 21 óra 30-től a művész fia Andrássy Bálint fog mesélni Andrássy Kurta Jánosról. Egyrésztől emberközelből ismerhetjük meg a művészt, mint édesapáról, alkotóról is fog természetesen beszélni, illetve 10 óra 30-tól olyan különleges portréfilmek kerülnek itt vetítésre, amiket korábban nem, vagy csak nagyon ritkán láthatott a közönség. Komoly zenei koncertek is a tervben vannak, főként helyi szereplőkkel. A képtár azonban művészeti szerepét igyekszik a fiatalok irányába is megmutatni. Az elmúlt időszakban már tartottak foglalkozásokat, pedagógiai programokat, most egyfajta táborra, múzeumi napközire készülnek. A Sárospataki Képtár által birtokolt műtárgyak, az itteni kiállításokat jobban bevonjuk az oktatás lehetőségeibe, és eddig is már jó néhány olyan programot bonyolítottunk le, ahol általános iskolás és középiskolás gyerekek vettek itt részt múzeumi foglalkozásokon, múzeumpedagógiai rendezvényeken. Most az a következő lépés az, amikor 5 napon keresztül 15-15 gyermek fog itt különböző múzeummal kapcsolatos tevékenységeket, elsősorban képzőművészeti tevékenységet folytatni. A képtár napközéjében nem csak az általuk bemutatott tárgyakról szereznek bővebb ismereteket a fiatalok, elősegítik az önálló képzőművészeti tevékenységet is. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Észak-Alföldön népszerűsítették az Emplén kalandparkot. Alakul a Pataki piac. Uniós pályázatból modernizálják nem csak az árusító helyeket. Különleges éjszakára készül az idén 5 éves Magyar Nyelv Múzeuma. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!